Hazánkban 2002 óta, október 18-án rendszeresen megünneplik a Magyar Festészet napját. Szent Lukács névnapjához kötötték, aki évszázadok óta a festők védőszentje. Ilyenkor arra kérik a szakma művelőit, a művészet történészeket és mindenki mást, akinek kedves a festészet, támogassák a kezdeményezést, hogy minél szélesebb körhöz eljusson ez a művészeti ág. Tamási már hosszú évek óta csatlakozik a kezdeményezéshez. Mi 14-ben csatlakoztunk hozzá, és azóta rendszeresen mi is megtartjuk az október 18-ához eső legközelebbi szombaton ezt a rendezvényt, hogy mi hívunk ide itt festeni kívánó embereket, gyerekeket. Itt egy időben, egy térben fest mindenki. Készítettünk annó nagy festőállványokat, mert korábban sokkal nagyobb vásznakat biztosítottunk az alkotóknak. Most ez egy picit változott, most kisebb méretű képeket készíthetnek. Volt, akiket megijesztett ez az 1 méter x 1,40-es méret, úgyhogy most egy picit barátságosabb ez az 50x70-es. De hát ezen is elég sokat lehet dolgozni. Kezdetekben mindig valami Tamásihoz kapcsolódó téma volt. Legelőször Tamási régi képeslapokon, úgyhogy ezeket nyomtattuk ki, és közülük lehetett választani. Aztán volt Tamási város része. Most eltértünk, nincsen téma. Most a címe az, hogy Szabadban, Szabadon. Senki sem választotta, hogy kimenjen a szabadba, itt bent kellemesebb a fűtött teremben, de a témaválasztás az teljesen szabad. A festőknek csak az ecsetet kell magukkal vinniük, a vizes bázisú falfestéket és a hozzá színező pasztát a szervezők biztosították. Azonban, ha valaki másfajta festékkel szeretett volna dolgozni, arra is volt lehetőségük. A Würz Ádám általános iskola képző művész tagozatának diákjai közül sokan érkeztek, de rajtuk kívül vidéki résztvevői is voltak az eseménynek. Volt egy elképzelésem, hogy szeretnék megtanulni festeni, és kerestem az alkalmat, és nagyon örültem, hogy ilyen közel, ugye nem messze van Dombóvár, ilyen közel találtam egy alkalmat. Egy tavi tájkép lesz, szeretem a kéket meg a zöldet, és úgy gondoltam, hogy ezekből a színekből fogom összeállítani az első képemet. Olyan is akadt, aki csak hosszas gondolkodás után szánta rá végül magát arra, hogy a délelőtt főszereplője a festészet legyen. Így hezitáltam, hogy egyáltalán belefér-e az időmbe, hogy el tudok-e jönni, és akkor az utolsó pillanatban, sőt határidőn túl így kérdeztem Marcsit, hogy eljöhetek-e még, mert akkor úgy gondoltam, hogy ezt a hétvégét így magamra szánom, és egy kicsit így alkothatok. Ilyen faros lemezre én nem szoktam dolgozni, én is így ismerkedem ezzel a vizes bázisú festékkel. Sokan voltak olyan felnőttek is, akik elsőként álltak festőállvány elé, ecsettel a kezükben. Amennyiben valaki úgy érezte, hogy könnyebben megbirkózik a feladat súlyával, ha ketten dolgozhatnak az alkotáson, arra is volt lehetőség. Voltak, akik egy videóban megtetszett tájat vittek fel a faros lemezre, és kamerán kívül azt is elárulták, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy alkotásra adták a fejüket. A Tamásiban rendezett festészet napján megkapták azt a löketet, ami többször arra fogja őket hogy a megálmodott tájat le is fessék. Az amatőr festők által készített alkotások a Művelődési Ház folyosó galériáján megtekinthetőek.